Volt egy emlékezetes tévészilveszter, melyre talán akkor először egy igazi világsztár érkezett Budapestre, Gina Lollobrigida. Két profi táncosnak is beillő kollégám és Gina a közönség jelenlétében pezsgővel köszöntötték az 1973-as évet. Ezt idézzük most vissza. Boldog új évet! Boldog új évet! Boldog új évet! Jó, jó. Na, most tessék figyelni a parkett ördögeit. Lolo jobbján és balján. Jön az erősítés. Because it's so, so good. But when one day your loved one gets away, oh la la la. Ezt a sikert. It is so tragic. But when once more he whispers, je t'adore, c'est si bon. Mi piace molto. This is good. It's so, so nice. But when once more he whispers, je t'adore, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Akkor tehát jöhet, érkezhet Gina Lollobrigida. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Thank you. Köszönöm. They're very nice. Nagyon kedvesek, igazán. I love you. Szeretem Önöket. Thank you. Köszönöm thank szépen, you. Köszönöm, igazán. I love you. Nagyon köszönöm. Azért, hogy maradjon időn beszélgetni. Amit legelőször szeretnék kérdezni, hol van az a ruha? Látta az előbbi bejátszás, mielőtt jött? Ez a földgyöngyözött ruha. Meg van még? I did it myself. Azt én magam készítettem. Ne mondja, tényleg? Yes. Igen. I did it myself. Én saját magam vartam. Mert az jót tesz az idegeknek, mikor az ember depressziós. És akkoriban meglehetősen depressziós voltam, mint egy hónapig. Most, it was very nice. És jót tett. Azt olvastam a ruháról annak idején, hogy 235 ezer kő került rá. Azóta nagyon lenyugodhatott, ugye? Yeah, there were a lot of pearls. Igen, jó pár gyöngy volt, vartam őket egyfolytában. Az én szememben úgy tűnik, mintha semmit nem változott volna. Tagad le az életkorából, hogyha úgy hozza az élet? I would like to answer like Mary Pickford. Én Mary Pickfordhoz hasonlóan szeretnék válaszolni erre a kérdésre. Ő mindig azt mondta, hogy az öregedés az egy borzalmas időveszteség. Tehát így aztán nincs ideje megöregedni. You see, the being old. Az, hogy az ember öreg, nem azt jelenti, hogy ráncosak vagyunk-e. Az, az embernek a fejében halnak meg a dolgok, akkor öregedtünk meg. A Rubinstein például. 81 éves korában is azt mondta még, hogy soha életemben nem éreztem magam még ilyen fiatalnak. Fiatalnak lenni öregen is. Ez a lényeg. Nézzen rám!
Az azért érdekelne ezzel együtt is, hogy valóban magam is így gondolkodom erről, hogy sok törődést igényel, hogy mindig így nézzen ki? Ha ugyan mindig így néz ki, otthon megengedi magának, hogy ne így nézzen ki? Amikor dolgozom és aktív vagyok, addig élek. Nagyon érdekes az életem. Tele vagyok energiával. Sőt, egyre inkább most kezdek élni, és főleg esténként. És főleg éjjel. Akkor dolgozom, akkor koncentrálok igazán. Ne gondoljon most itt mindenféle egyéb dolgokra. Kérdeztem volna egyet, de látom, hogy rossz mezsén haladok. Tele vagyok energiával. Nem alszom túl sokat. Előfordul-e, hogy megy az utcán, bárhol a világon, és már nem ismerik föl? Mert fölnőtt egy-két generáció, amely nem olyan szorosan az ön filmjein nőtt föl. Szeretném ezt. Még a safari is állandóan aláírásokat kell adnom. Ha Kínába megyek, akkor nem engednek sétálni az utcán. Olyan ereje van a mozinak. Az idősebbek, akik ismerik a filmjeik, a filmjeimet ismerik, de a fiatalok meg a tévét ismernek engem, tévéből. Mit szól ezekhez a mai női ideálokhoz? Szóval mit szól a szilikonozás, az egyáltalán például hajlamos lenne rá, hogy úgy nézzen ki, ahogy kinéz? Ön is adná a fejét ilyenre? Hát ha a természet vagy az Isten nem úgy teremtette volna meg, ahogy van. Hogyha barátja lennék ezeknek a fiatal lányoknak, akkor azt a tanácsot adnám nekik, hogy inkább az agyukat injekciózzák. They look like caricature. Szinte karikatúraként, hogy néz neki. You can see they are. Lehet látni rajtuk. They can't talk anymore. Nem tudnak már beszélni se. A szájukat úgy tartják, mint ami tele lenne szilikonnal. Ami tele van. They don't have a mirror. Nincs tükör otthon, úgy látszik náluk, pedig meg kéne néha nézni magukat benne. A szépségnek muszáj természetesnek lennie. És ami kívül van, az egy dolog, de ami belül van, az talán még ennél is fontosabb. És hogy él manapság, hogy egyre kevesebbet játszik, egyre kevesebbet filmez, viszont fotóalbumok jönnek rendre, sorra? Valaha festettem, szobrázkodtam, és valami tévedés folytán a véletlen úgy hozta, hogy színésznő is lettem. Úgyhogy az igazi szenvedély, az az alkotás, a képalkotás, az mind bennem van. És most, hogy már nincsenek olyan fantasztikus ajánlataim, nem csak nekem, de más színésznőtársaimnak sem, ahelyett, hogy ostoba filmekben játszanék, ehelyett szobrászkodom. És sokkal boldogabban érzem magam. Ez egy olyan munka, amely alkotás, alkotó munka, én magam tehetem, és nem kell se forgatókönyvíró, se fővilágosító hozzá. Arról szabad-e érdeklődnöm, hogy milyen például, milyen körülmények között él? Nagyon nagy lakásom van, és van egy teljes állatkertem otthon. Ahogy fotózom az állatokat, és amint a gyermekeket is, az elmúlt 14 év alatt apránként beszereztem egy pár galambot, aztán másfajta madarakat. Most már 700 madár él az én kertemben. Na most, ha azt mondja, hogy ezt a 700 madarat reggelente ön eteti, két ember segít ebben, két alkalmazott. Piacra például jár? Ha otthon vagyok, akkor soha. Mert nem igazán fontos, hogy mit eszem, nagyon gyorsan eszem. Ha éhes vagyok, akkor nem akarok várni. Gyümölcs, azt eszem, zöldséget,
Ezeket. Szóval tudsz spórolni. És pásztát. Így mondják ezt, igen. Tudsz spórolni ezek szerint. Nem, dehogy is. Dehogy spórolok. Nem, imádok költekezni. Ha valami tetszik, akkor nem tudok ellenállni. Tudja például, hogy mennyi egy liter tej Rómában? Nem tudom, mibe kerül. Fogalmam sincs. Nem jegyzek meg számokat. Van olyan dolog, amit házi munkának értékel, de nem a személyzet csinálja meg otthon? Nem vagyok ilyen szempontból nehéz ember. Biztos vagyok benne, hogy én tisztában takarítok, mint az alkalmazottam. Ó, szegény alkalmazottak. Nem hiszi, látom, nem hiszi. A szabad-e megtudnom, hogy ki volt az életében az utolsó komoly nagy szerelem? Szerencsére érdekelnek más dolgok is, mint a férfiak, mert ha csak ez érdekelne, már rég megöltem volna magam. Emellett úgy vélem, egyedül lenni sem rossz, mert ha az embernek társaságra van szüksége, az ember csettint, és már ott is van. De megszabadulni egy férfitől, az nagyon kemény dolog. Művésznő, és volt olyan férfi, aki után ön, hát ezt a kifejezést nem használom, szóval aki önnek tetszett, és nem vette észre önt. Egész egyszerűen fütyült arra, hogy Lolo Brigida hajt rá. Van egy amerikai dal, arról szól, hogy amit Lola akar, azt Lola el is éri. Könnyű így. Ha most összegzi eddigi életét, akkor azt mondja, hogy így képzelte, vagy azt mondja, hogy nem így volt teljes. Nem volt könnyű életem. Amit kaptam, azt azért kaptam, mert megharcoltam érte keményen. Azért vagyok az, aki most vagyok. Hogyha az ember valamit igazán akar, azért küzdenie kell. De ugyanakkor el kell tudni fogadni azt is, azt, amit Isten rendel el az életünkben. Azt is megtanultam, hogy akarattal sok mindent lehet, de az utolsó szó mindig Istené. Isten az, aki eldönti, hogy az életünk végül is mivé lesz. Tehát elégedetnek kell lennünk, és nem kell palaszkodni egy végtében, hogy más szerettünk volna lenni, vagy valakinek egy másik életét élni, vagy nem szabad irigynek, féltékenynek se lennünk. Nem tudom, érti ezt. Apránként tanuljuk meg ezt az életben, azt, hogy saját magunkon felülemelkedjünk. Az életben az a jó, hogy minden egyes nap tanulhatunk valami újat, valamit, amit becsülni tudunk, ami értékes. Lám-lám, én egy kicsit meg vagyok lepve, de jó értelemben, és úgy gondolom, hogy nézőink többsége is, mert egy egészen más Lolo Brigidára számítottam. Ezzel szemben itt van egy gondolkodó és egy mélyen érző asszony, úgyhogy ezt a meglepetést is köszönöm önnek. Köszönöm. Kérem szépen, nekem maradandó lesz ez a találkozás, de hogy még maradandóbb legyen, ezt meg fogjuk pecsételni, hát majd meglátjuk, hogy sikerül, egy közös dallal, oké? Ciao, oh Gina, imádlak én. Te voltál minden nekem gyerekként. Vibráló ajkad, s ha csókolt a szád, keskeny derekad, úgy vágytam rád. Ciao, ciao, ó Sandro, un bacio ancora.
Mm-hmm.